Románia több mint 2 éves késéssel tette le a 2010-2013-as időszakra vonatkozó jelentést. Ez a negyedik jelentés Románia részéről. Egyrészt ez a késés indokolta azt, hogy árnyékjelentést készítsünk, ugyanis a késés miatt nem lehet időben jelezni a problémákat és kiigazítani, másrészt pedig, amiután elolvastuk az ország jelentését, azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok pontatlanságot, sőt, téves információt tartalmaz. Mondhatnám azt is, hogy manipulatív szándékkal azt a látszatot akarja kelteni, hogy a dolgok rendben vannak, hogy ott a dolgok nincsenek rendben. Ezért készítettünk egy árnyékjelentést. Tulajdonképpen ez egy technikai dokumentum, hogyha szabad így fogalmazni, nem tekintem én egy politikai dokumentumnak. Egy szakmailag nagyon jól megalapozott jelentés, mert mindegyik cikkelyhez, a keretegyezmény cikkelyéhez kommentárokat fűz, és konkrét példákkal bizonyítja, hogy miért nem felel meg a valóságnak azt, amit a román kormány, a külügyminiszter által benyújtott jelentés tartalmaz, és egészen az utolsó esetig, a 2016. március 10-i marosvásárhelyi büntetéseket is tartalmaz ez az árnyékjelentés, és az erdővidéki kislánnyal történt kolozsvári esetet is, tehát egy nagyon jól dokumentált jelentésről van szó. Gyakorlatilag a célunk az, hogy megmutassuk, hogy Románia a magyar kisebbséggel kapcsolatosan, a kisebbséggel kapcsolatosan vállalt kötelezettségeit, az etnikai, nemzeti közösségekkel szembeni kötelezettségeit nem tartja be, szinte egyetlen egy területen sem, és arra hívjuk, arra kérjük a román kormányt, hogy vegye komolyan azt, amit mi mondunk, és álljon szóba, folytasson egy olyan párbeszédet a kisebbség képviselőivel, a legitim képviselőkkel, amelynek az eredménye az lenne, hogy korrigáljuk, ami korrigálható, és ott, ahol törvényeket kell módosítani, törvényeket módosítsunk, ott, ahol más típusú intézkedésekre van szó, ott a kormány ezeket az intézkedéseket hozza meg. Én azt hiszem, hogy erre a jelentésre, árnyékjelentésre így ebben a formában szükség van. Angol nyelven eljuttatjuk a következő napokban a szakértőkhöz, az Európa Tanácsi szakértőkhöz, és abban bízom, hogy akkor, amikor ők a helyszínen tájékozódni fognak, akkor megkeresnek bennünket is, és figyelembe veszik a saját jelentésük megfogalmazásában azt, amit mi ebben az árnyékjelentésben papírra vetettünk. Ugye Romániában az utóbbi években mérséklődött, erősödött a magyar ellenesség, főként a hatósági szinten is, gondolok itt például a perek sorozatára, a székelyföldi közigazgatási intézményeknél. Lehet-e nyomást helyezni nemzetközi fórumokon ezeknek a mérséklésére? Én bízom benne, hogy igen. A jelentés egyébként Székelyfölddel külön foglalkozik, és azért is foglalkozunk külön Székelyföldön, mert a diszkrimináció, az etnikai diszkrimináció ott a legélesebb, a legkézenfoghatóbb. Akár a nyelvhasználatról beszélünk, akár a szimbólumokról beszélünk, akár olyan típusú döntésekről, amelyek egyszerűen ellehetetlenítik, hogy olyan egyesületet, alapítványt vagy bármilyen jogi struktúrát bejegyezzenek, amely a Székelyföld szó összetétel tartalmazza, vagy megnevezést tartalmazza, tehát ilyen értelemben a diszkriminatív intézkedések ott a leglátványosabbak. Én bízom benne, hogy lehet, de azt is látnunk kell, hogy ebben a pillanatban választási esztendőben ez a magyar ellenesség fokozódni fog, mert még mindig azt gondolják nagyon sokan a román politikusok közül, hogy ezzel lehet szavazatot szerezni. Nem vagyok meggyőződve, hogy nem lehet. Ki fog derülni 2016 végén, hogyha bejut egy szélsőségesen magyar ellenes nacionalista párt a parlamentben, akkor azt mutatja, hogy lehet. De a gyűlöletbeszéd, a magyar ellenességnek a felkorbácsolása hosszú távon is rosszat tesz az együttélésnek, az együttműködésnek, a többség-kisebbség viszonyának.